Jó reggelt kívánok, megyünk tovább. Sokan úgy emlékeznek rá, mint a fiatal suhancokat vasszigorral kiképző karádi őrmestere, vagy pedig a Végvár nevű kisvárosba tévedt bűnözőket kergető Hunyadi hadnagyra, de persze sokaknak az is elég, ha megemlítjük Teri nénit és híres mondatát, hogy mondom az uramnak Tibi, azonban még nagyon sok filmes és színházi produkció fűződik a nevéhez, nem más a vendégem itt a stúdióban, mint a születésnapját ünneplő színművész, rendező, Usztics Mátyás. Jó reggelt kívánok, köszönöm reggelt, szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Isten éltesse, boldog köszönöm. Születésnapot, és ritkán van olyan vendégünk, Mátyás, aki gyakorlatilag szinte percre pontosan akkor született, mint amikor a beszélgetésünk zajlik. Jó, mínusz 10 percben vagyunk, mert hogy mikor 8. született? 8. Édesanyám azt mondta, hogy ez egy szombati nap volt, és 8 óra 18, ő úgy emlékszik. Hogy nézett fel az órára? Nem tudom, mert ez egy különleges pozíció, amikor világra jön egy gyermek, de 8 óra 18, mindjárt ott van, fölsírok. Azt is tudja, ha már ennyire pontosan az időpont megvolt, hogy ugye említett, hogy szombati nap volt, reggel 8 óra 18, hogy az édesanyja azt is elmesélte, hogy fiam, aznap hideg szelek fújdogáltak, vagy gyönyörű szép napsütéses idő volt. Ezt sajnos ez már nem kérdezhetem meg. De otthon szülés volt. Komolyan? Igen. Egy bába asszony segített világra. Én nyírségi gyerek vagyok, és akkoriban nem volt még szirénázó mentőautó, hogy időben nem mentek be a kórházba. Általában a lakosság 90%-a az otthon szült. Néha a színészeink, jó, mondjuk ez általában inkább hölgyekre jellemző, amikor a születésnapjuk apropóján behívjuk ide a Moka stúdiójába őket, hát vagy nem szeretik, ha kimondjuk az életkorukat, vagy kimondjuk, de azért gyorsan lépjünk túl. Mehet, ugye? 66 éves 66. vagyok. Szép szám. De nem... Hogy szokta ünnepelni a születésnapjait? Nem szoktam. Nem szoktam. Vagy ha igen, akkor szűk családi körben. Ez nem érdem, hanem állapot. Tehát az ember ilyen, én jó fizikai, jó szellemi állapotban vagyok, nem gondolom, hogy ennek különösebb jelentősége lenne. Pont magáról mindenki azt gondolná, hogy jókedélyű, vidám pali, tele van barátokkal, haverokkal, egy ilyen születésnapot ráadásul simán lehetne nagy partival ünnepelni. Igen, lehetne, nem így történt. A 60-ason voltunk többen. Mert na, ha elfogadja, 66 ilyen rakétát nem tudtunk mondjuk a tortára tenni, de Isten éltesse, boldog születésnapot kívánunk. Köszönöm a szépen. Mokka szerkesztősége nevében. Köszönöm szépen. Ezt el kell fújni, vagy meg nem, kell várni? Nem, ezt megvárjuk, amíg így elég, aztán addig egy kicsit hangosabban beszélünk. Jó. Álmai, vágyai vannak arra vonatkozólag, hogy például ugye születésnapján, akár a korábbi évekre való tekintettel is, vagy előre néz, hogy még mit szeretne megkapni? Igen. Teszek is érte. Például az általam alapított Nemzeti Kamara Színháznak holnap van egy előadása. Műsoron kívül említettem egy mondat erejéig, még mielőtt beültünk volna, vagy elkezdődött volna, hogy készülök egy Arany János balladákat feldolgozó sorozatra, amit DVD-n vagy CD-n jelenik meg. Amennyire lehetséges eredeti helyszíneken, azokban a ruhákban, történelmi és egyéb ismeretek pótlása okán. Aztán Bakondi tábornok úrral vettük föl néhány napja a kapcsolatot, ő az Országos Katasztrófavédelem főigazgatója. Egy olyan filmsorozatra készülünk, amelyben a hétköznapi, a névtelen hősök jelennek meg. Ez nem dokumentumfilm, hanem játékfilmsorozat. Nemrégen fejeztem be a színjátszásról szóló könyvet, hát még nem teljesen, még azért ezt át kell nézni. Tehát én nekem az a legjobb ünnep, ha dolgozhatok. Tehát azt gondolom, hogy erre a pályára senkit sem kell kötéllen rángatni, mindenki maga érkezik, vagy a saját jó szántából, és kétféle panasz létezik, hogy vagy nagyon keveset dolgozik, vagy nagyon sokat. Igen, vagy sok a munka, de, vagy nincs munka. De az utóbbira vágyódik. Igen, a színészeknél annál rosszabb nincs, amikor úgy ülnek ide be, vagy éppen azt mondják, arról panaszkodnak, hát, hogy nem hívnak, nem keresnek, nincsenek fellépések, régen voltak, de akkor ön akkor nem tétlenkedik, nem unatkozik. Most tudom, hogy ez nem egy ilyen életmű jellegű beszélgetés, de azért mégiscsak 66 éves, egy csomó munka van,
a múltjában. Igen. Egy csomó olyan sztori szerep tényleg, amire a mai napig szinte az összes generáció emlékszik. Ilyen favoritok, nagy büszkeségek vannak? Lehet, hogy most meglepem, de a Wagner című filmsorozatban játszott a Housekeeper, az volt a neve, egy Franz nevű szivar, ő volt a házvezető, ahol Vanessa Redgrave és Richard Burton voltak a partnereim. És Richard Burtonnel sikerült a forgatás másfél-két hónapja alatt, ami rám esett, egy olyan kapcsolatot, teremteni, illetve úgy megismerni őt, ahogyan azt gondolom, hogy nagyon kevesen ismerhették meg a magánembert, a szorongó, félő embert. A film nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, tehát nem volt akkora világdurranás. Dacára a szerep, ez persze nem a színészek hibája, gondolom én. Egy kritikus, ha jól emlékszem, ő volt a film rendező, egy Tony Palmer nevű ember, aki mindegy, ebben most nem mennék bele. Az volt egy óriási meglepetés a számomra, hogy egy másmilyen világot ismertem meg Richard Burtonnel való beszélgetésre. Nem volt fény és pompa, egész másról szólt. Még egy utolsó kérdésem lenne, amit nem szeretnék elkerülni és bárnyékolni mondjuk az ön születésnapját, de tudom, hogy sokat dolgozott, vagy dolgozott együtt a tragikus hirtelenséggel, tegnap elhunyt Bicskei Lukáccsal. És azt mondta nekem a beszélgetés előtt Mátyás, hogy ő olyan típusú színész volt, aki egyáltalán nem volt megosztó személyiség, ebből adódóan őt mindenki kedvelte, szerette. Mi volt az ő varázsa? Azt gondolom, hogy azzal tulajdonképpen majdnem mindent elmondtunk, hogy nem volt megosztó. Ezt nagyon nehéz elérni egy pályán, illetve valaki eleve ilyen adottságú, mint amilyen ő volt. Nyilván megvoltak a maga indulatai belül, de azt sem a kollégákkal, sem rendezővel nem érzékeltette. Nekem azért is fájó ez, mert az Ács Klára című aranybaladába az Ács Felicijánt osztottam volna rá. És amikor tegnap értesültem arról, hogy már nincs közöttünk, ez nem csak emiatt, hanem egyébként is nagyon rosszul esett, mert ha valaki életre való volt igazából, és szerette az életet, és egy alapvetően meleg belülről kisugárzó ember volt, ő az volt. Mátyás, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Most csak azért nézem az órámat, mert akkor most ezek a pillanatok azok, amikor 66 évvel ezelőtt megszületett. Világra jött, még egyszer Isten éltesse, sok boldogságot. Köszönöm szépen.